elfogadták a sportegyesületekhez, illetve a civil szervezetekhez tartozó költségvetési tervezetet. Pályázatok beérkeztek határidőben, és ugye ennek mentén megnyílt annak a lehetősége, hogy meghozzuk a döntésünket. Nyilván a testület itt jelen esetben azt gondolom, hogy bölcsen mindig azt az utat követi, hogy a civil tanács és a sporttanács által javasolt összegeket jóvá hagyjuk. Nem mondom, hogy ellen a napirendi pontnál nem volt egy kis vita, de azt gondolom, hogy az élet ilyen, hiszen a dolgainkról kell, hogy beszéljünk. Kiemelt civil szervezeteink is megtartották beszámolóikat, nyilván ez is nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy 23 évben aktív civil élet zajlott, és remélem, hogy 24-ben is tovább fog folytani, és fog zajlani Dombaváron. Egy mobil emlőszűrő állomást fognak kihelyezni a településen, amely egy bevásárlóközpontnak a parkolójában fog majd 10 napon keresztül a dombavári hölgyek rendelkezésére állni. Én azt gondolom, egy olyan hiánypótlására kerül újból sor, amiben 2022-ben már éltünk, tavaly nem volt időszerű. Ebben az évben remélem, hogy ez a 10 nap kellőképpen szolgálja az itt élő hölgyeknek az egészségének megőrzését, illetve mindenféleképpen a szűrővizsgálatra nagyon nagy szükség van. Kijelölték annak a játszótérnek a helyszínét, amelynek képítéséről a költségvetési tervezet elfogadásakor döntöttek. Ez a belvárosi iskola és a művelődési ház közötti központi téren kerül majd elhelyezésre. Szeretnénk egy viszonylag nagyobb játszóteret kialakítani, szeretnénk a kutyafuttatót átfordítani, és nyilván ez egy olyan találkozási pont lehetne, ahol a fiatalok, idősek, kutyabarátok, családosok, családnélküliek találkozhatnának, hiszen ott ez a tér erre lehetőséget biztosít. Mellette ott van a művelődési ház, amelynek a szociális blokja igénybe vehető, két darab kiváló vendéglátó is működik ott a téren. Tehát azt gondolom, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy egy találkozóteret szeretnénk építeni Dombavár belvárosában. A város vezetősége bízik abban, hogy az új közösségi tér népszerű lesz a lakosság körében.